gyermekeket, akik a becsenemest előadják, hogy... Korán kezded, nem látok én fényt itt semmit, csak a holdat, az is ás. Ugyan öreg, hova bámul? Igaz, hogy sötét van hátul, de a kisdom tetejében valaki áll erős fényben. Végre, hogy észrevettetek, mintha talpra serkényetek, küldetésetek van mostan, megváltom már a városban. Te van vagy kisvárkosban? Nem várkosban, a városban. Igen, Betlehemben. Olyan messzi, Debrecenben. Nem, csak itt a Betlehemben. Isten óva kis jelszóban. Palotában.
Két hintó van. Nem, öreg. Kis szegény a kis te. Kis náluk van született. Induljatok, hát kitetek legyen az irányú. Elhoztam hát a kártyádat, benne 1050 szótár.
szándékod, vagy mire? Itt egy kicsit dohoztában, egy madárfiók a párban. Én találtam, nevelgettem, mind a kettő boldog éden. Elhoztam most üzenának, a boldog édesanyának. Hogyha majd az áldozatot Jézusért bemutattátok, ezt adjátok köszönetként Istennek a kisgyermekét. Milyen figyelmesek vagytok, vigasz nélkül el nem hagytok. Örömömös kisdeferek, ti csak megkötézitek. Áldott legyen minden apró figyelmesség a világon, mint egy ember a másiknak, és véle az Krisztusnak. A Földön ilyen szép estét nem láttam én soha, tám még. Úgy érzés szeretet, hogy az embereket, akik Jézus meg is kérdezettek, hiszen tették. Bár mindenki jelenne, mint a pásztorok ma este, figyelmesek, jó szívűek, de mondjuk áldozat készek. Jézustól a Föld szebb lenne, béke az ember szívekben. Higgyük hát, hogy a gonoszság eltűnik egy szikra alatt, a szeretet lényeibe, szerítség és jó akarat. De ehhez már meg kell térni, Isten útjára kell lépni. Karácsonynak is szakáján, Jézus születése napján, örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett. A kis Jézus aranyon van, boldogságos szűz az anyja, kisdedecske, Betlehem gyermeke, lépni.